Mi az a vörös polip? Hogyan magyarázzuk el? Olyan, mint a maffia? Részben igen. Nevezhetjük posztkommunista hálózatnak? Talán igen. Állam mögötti államnak? Persze. A klasszikus amerikai propagandafotón Sztálin kinyújtott csápjait látjuk. De hol van már Sztálin? A helyén. Ha van Isten, a pokolban. De vannak új Sztálinok, új Leninek és új Kumbélák. Elegáns öltönyben harcolnak a szabadságért, az egyenlőségért, a szegényekért. Csak közben megtömik a zsebüket. De ne kalandozunk el ennyire, elvtársak. A maffiáról beszéltünk ezen a röpke szemináriumon. És mi jellemzi a maffiát? Mi? Az omerta. A hallgatás törvénye. Aki megszegi, arra halál vár. Bizonyára nem ismerik ezt a fotót. Pár éve még én sem tudtam, hogy kicsoda ő. Ő Lukanov, Bulgária ex-miniszterelnöke. Akit lelőttek, mint egy kutyát. Tudom, erős megfogalmazás, de belefér. Lukanov egy igazi moszkovita szarházi volt. Eladta a hazáját, ha egyáltalán tudta, mit jelent ez a szó. Lukanovot a 90-es évek közepén, 1996-ban lőtték agyon. Fényes nappal. Egy ex-miniszterelnököt. A gyilkosát persze azóta sem találják. A legvalószínűbb, hogy a félelmetes bolgár keresztapa Ilja Pavlov ölette meg. Mindketten a vörös poliphoz tartoztak. Pavlov birkózóból lett Kelet-Európa egyik leggazdagabb embere, miután a bulgáriai rendszer nem váltás idején összeállt az ottani állambiztonsággal. Egészen konkrétan elvette Csergilanov tábornok lányát. Fegyverekkel és droggal üzleteltek. Ipari technológiákat loptak, műtárgyakkal kereskedtek, szóval csak a szokásos. Ez ment itt is, csak messze nem olyan pofátlanul. 1996-ra ő volt a jelen, és Lukanov a múlt. Mindketten az oroszokhoz tartoztak. Akkor már Pavlov vezette a Ruszkik Top Energy nevű földgázvállalatát, amit éppen Lukanov elvtárstól vett át. Lukanov ekkor már sértett és dühös volt. Sokat kritizálta politikai utódját, az ifjú Videnov miniszterelnököt, aki a nagy tolvajok következő nemzedékét képviselte. Videnov is a vörös poliphoz tartozott. Ugyanott végzett, ahol annó Lukanov, a szovjet-orosz IMON, a KGB házi iskolájának tartott Moszkvai Egyetemen, ahol annyi más kulcsfontosságú figura tanult. Mint például Frey Tamás, Hardi Mihály, Dési András, Simon Ernő, és hosszan sorolhatnánk őket. Közös bennük, hogy mindig megtalálják a helyüket, és hogy potenciális szovjet-orosz kémek. De mi ez a hálózat? Miért veszélyesek az imósok? Miért veszélyes a vörös polip? Borvendég Zsuzsanna történészt fogom kérdezni. A képen most egy olyan embert látunk, akit tavaly Tihany díszpolgárává választottak. Ő Tóth József milliárdos, Impexes, a Mineral Impex egykori vezetője. Mit gondolsz erről a díszpolgárságról, Tóth Józsefnek a díszpolgárságáról? Ez lenne az első kérdésem. Nagyon meglepett, amikor díszpolgárra választották. Ő tipikusan az az ember, akinek személyében lehet kézzelfoghatóan bizonyítani a hálózat létezését és a hálózat továbbélését a rendszerváltoztatás után is. Tóth József a Mineral Impexnek volt a vezérigazgatója 1986-tól, ha jól emlékszem, és a rendszerváltás után a Mineral Impex átszervezésével a MOL vezérigazgatóságába került, a MOL-nak egyik főtanácsadója lett, és nemzetközi szinten is egy jól ismert olajszakember, tehát a World Petroleum Council-nak volt hosszú ideig az elnöke, egy olyan tanácsnak egyébként nagyon érdekes, hogy amely egy világtanács Londonban székel, és olajkitermelő országok a tagjai, tehát nagyon fontos ember lehet ezen a területen Tóth József, és egyébként még néhány évvel ezelőtt úgy tudom, hogy Magyarország szingapúri utazó nagykövete volt, úgyhogy fontos ember mind a diplomáciában, mint főleg a gazdaság diplomáciában, azt hiszem. És a Mineral Impexhez ugye hozzá kell tenni, a Mineral Impexhez köthető az eddig feltárt és megismert legnagyobb visszaélés, és nyugodtan mondhatjuk, hogy sikkasztáslopás, amely a szocializmus évtizedeiben lezajlott, amikor kirabolták az országot. Tehát a Mineral Impexnek a feltárt
veszteséget, nem is a veszteség, amit kivittek az országból, és amelyet a nyomozás, tehát még az állambiztonsági, tehát a múlt rendszer nyomozó szervei felderítettek, az az összeg a 89-es költségvetési hiány 20%-át tette ki. És tudni kell, hogy ez csak egy része annak, amelyet a Mineral Impex ilyen olaj bizniszek során ellopott az ország vagyonából. Még mindig kevesen tudják, hogy az Impexeseknek gyakorlatilag, hát nagy részben nekik köszönhetjük ezt a tetemes államadóságot, ugye, amit hordozunk magunkkal így a kommunista diktatúra óta. Bulgáriát ugye ez a vörös polipos, imós, moszkavita kör kis híján csődbe vitte, tehát nagyon közel voltak a csődhöz. Ugye te, mint az Impexek kutatója, lehet tudni, hogy mennyi pénzt tűnt el Magyarországról nagyságrendileg? Nagyságrendileg lehet. Szerencsére ez nem magyar kutatás, hanem egy angol pénzügyi szakemberek által létrehozott kutatócsoport, a Tax Justice Network a nevük. Ők állítottak össze egy kimutatást, hogy 1980 és 2010 között Magyarországról 242 milliárd dollár áramlott ki offshore cégekbe és offshore számlákra. Ez olyan elképzelhetetlenül nagy összeg, mondjuk a 2010-ben publikálták ezeket az adatokat, a korabeli költségvetés, tehát az államadóság 3,3-szorosa, 2,8-szorosa valahogy, így vannak a számok, tehát irdatlan nagy összeg. Bocsánat, hogy összegítek, de ezt még ismételem még egyszer, hogy mekkora összegről van szó? 242 milliárd dollár. Dollár. Ezt tényleg elképesztő. 1980-tól gyűjtötték az adatokat. Tudni kell, hogy ez az Impexes kör, akit ugye leegyszerűsítve nevezünk Impexeseknek, mert ez egy jól meghatározható pénzügyi, gazdasági elit csoport, amiben nem csak külkeresek voltak, itt pénzügyi szakemberek, bankárok, nyilván a politikai élet egy-egy meghatározó személye is kellett, hogy segítsék őket, a titkos szolgálatnak mögöttük kellett állni, tehát itt nem csak külkeresekről van szó. És ennek a gazdasági érdekcsoportnak a működése nem 1980-ban kezdődik. Tehát bizonyíthatóan már a 70-es évek elejétől offshoroztak, úgyhogy ez az összeg csak nagyobb lehet. Nevezhetjük őket ugye államnak az államba, vagy egy ilyen háttérhatalomnak, még akkor is, hogyha ez sokak számára ilyen konteósan hangzik, de hogy amíg ugye a színfalak előtt a politikus politizáltak és láttunk valami színjátékot, ők gyakorlatilag a háttérbe, a függöny mögött kifosztották az országot és megtömték a zsebüket. Mindenképpen mondjuk én nem állam az államban hívnám őket, ők szerintem az állam fölött álltak. Olyan értelemben, hogy egy nemzetközi hálózat részei voltak, és meglepő módon nem feltétlenül egy szovjet vezetésű, vagy KGST, vagy Varsói Szerződés hálózatát kell mögötte érteni, hanem ez főleg egy nyugati hálózat ágense volt ez a magyar leágazás, természetesen szovjet támogatással. Tehát egy nagyon érdekes, mert hogy a hidegháborúról az az elképzelésünk, hogy volt két szembenálló ideológia, két szembenálló nagyhatalom versenyzett egymással, le voltak osztva a politikai térfelek. De azt látjuk, hogy gazdasági szinten ez nem látható, ez a politikai téren jó kézzel fogható szembenállás. Tehát olyan pénzügyi érdekeltségek, amik könnyűszerrel átnyúltak a vasfüggönyön, sőt lehet, hogy számukra volt igazán jelentősége a vasfüggönynek, hiszen a keleti oldalon olyan versenyelőnyhöz jutottak, amit szinte felfogni sem lehet, hiszen nem volt versenyhelyzet. Tehát kizárólagos lehetőségeik voltak arra, hogy totális kapitalista módszerekkel vigyenek olyan üzletpolitikát ezen a térfélen, ami politikai támogatással megy, tehát egyfajta védett hálózatról van szó vasfüggöny keleti oldalán, hiszen párt védelmet és titkosszolgálati védelmet kap ez a hálózat. Versenyhelyzet nincsen, tehát szabad rablást végezhetnek. Még az olyan, nem tudom, korlátozó tényezőkkel sem kell megküzdeniük, mint egy szakszervezet, vagy bármiféle ugye piaci szereplő, úgyhogy szabadrablást végezhetnek. De ez az egész hálózat egy,
hát ma már úgy mondjuk, hogy globális, akkor még inkább internacionalistának hívták, és olyan pénzügyi érdekeltségek, amelyek államok fölött állnak, és határokon átnyúlnak. Te láttál az impexesek között bármiféle felelősségre vonást? A rendszerváltás után kérdezem, hogy bárkit elővettek-e volna? Lássuk be, hogy még politikai felelősségre van, tehát a politikusok felelősségre vonása sem történt, meg nem, hogy a gazdaság életszereplőit nem. És az a legszörnyűbb, hogy még valamiféle erkölcsi elégtételről beszélhetünk akár a kommunista politikai elitet, a pártelittel szemben, hiszen 90 után azért azonnal megkezdődött a múltfeltárás, születtek tanulmányok, beszéltünk róluk újságban, médiában, stb. Tehát valamiféle erkölcsi megvetés már társul mondjuk a korabeli pártelittel szemben, tehát egy Rákosi nem pozitív szereplő remélem ma már senki szemében. Ugyanakkor azoknak a gazdasági szereplőknek, akiket nem ismerünk néven, tehát nem is tudjuk, még az erkölcsi felelősségre vonást sem valamilyen szinten, vagy egy erkölcsi elégtételt sem tudunk velük szemben alkalmazni, mert hogy nem is ismerjük őket személyükben. Olyan tipikus, mint a szürke eminenciások a háttérben, nagyon jó kapcsolatrendszerekkel és nagyon biztos tőkével. Ők levezényelnek egy olyan gazdasági átmenetet, ami gyakorlatilag egyáltalán semmiféle cezúrát nem jelent a gazdaság életben. Tehát itt 90-ben van egy politikai cezúra, szabad választások vannak, elvitathatatlan. De a gazdasági élethez senki nem nyúl. És nagyon érdekes, hogy szoktuk emlegetni a spontán privatizációkat. Ugye ez már valamilyen szinten a közbeszédben benne van. Van egy általános elítélés a spontán privatizációk felé az emberekben, a magyar társadalomban. Ugyanakkor ezt sem tudjuk pontosan, hogy történt, hogy igazán kinek a kezébe, személy szerint, tehát neveket megmondani, hogy kiknek a kezébe ment át akkor az állami vagyon, de hogy aztán mi történik 90 után, akkor már nem spontán módon, hanem szervezett módon a privatizációk során, ugyanerről van szó. Ugye a bejövő tőke, tehát a külföldi befektetők, a működő tőke bejön Magyarországra, és hatalmas adókedvezményeket kap. Szüksége volt Magyarországnak működő tőkére, mert el voltunk adósodva. Anélkül az ország, nem tudom, meghalt volna. Szükségünk volt rá, de milyen működő tőke jött be, senki nem tudja, és senki nem nézett utána, hogy azok a cégek, akik itt fölvásárolnak privatizáció szintén, meg befektetnek a 90-es évek első felében, vagy akár később is, azok nem azok a cégek, akik innen előtte kilopták a nemzeti vagyont. Tehát nagyon érdekes, hogy konkrétan mondjuk Tóth József kapcsán a Mineral Impexnek volt egy osztrák partnere, egy üzleti partnere, aki 2000-ben, tehát ugyanannyi pénzt lopott, hozzá kell tenni, ugyanannyi pénzt lopott ki az országból, mint a Mineral Impex, a fele a nyerességüknek, az ehhez a céghez, osztrák céghez van. Mondjuk ki a nevét, ugye? Korzil Heinrichnek hívták az úriembert, és 2000-ben jött Magyarországra, és vásárolta fel Tokodaltáron az egykori, nem tudom, cementgyár volt ott, vagy nem is tudom már mit, és mind befektetőt is hatalmas üdvrivalgás fogadta a térségben, hogy jaj, de jó, megmenti ezt ennek a térségnek az ipari létesítményét, és így nyilván tőkét fektet be a helyi lakosságnak, munkát ad. De senki nem mondja, hogy dollár milliárdokat rabolt ki tőlünk, tehát azon a pénzen vásárol 2000-ben, amit 90 előtt ellopott a magyar államtól. Egészen döbbenetes, és nyilván számtalan ilyen lehetett a 90-es évek során. Őt egyébként azzal találkoztál, hogy Ausztriában ezt kutatták? Tehát Ausztriában például tudják ezt, vagy utána néztél ennek, hogy ők ismerik ennek az embernek a múltját? Nem sokat, tehát interneten néztem utána, a cégről természetesen van, úgy tudom, hogy a cége, ő már meghalt, de a cége még mai napig létezik, cégtörténetek vannak fönn, de azzal kapcsolatban én nem találtam utalást, hogy indul ez a cég, és milyen kooperációban dolgozik a Magyar Mineral Impexel a 70-es évek elejétől. Vagy hogy bármi retorzió érte volna őt, tehát nyilván akkor ott is szemet hunytak a dolgai. Szemet hunytak, és nagyon érdekes egyébként ez a Korzil Heinrichkel szemben az is fölmerül, hogy náci kollaboráns volt. Náci kollaboráns volt, és a 45 után Bécs 3 hatalmi megszállás, a 4 hatalmi megszállásra
alatt átáll az amerikaiakhoz, és a szovjetek ellen kémkedik. És aztán 55-ben, amikor meg lesz az osztrák államszerződés, akkor érdekes módon a Korzinhelyiket beengedik Magyarországra. Tehát a szovjetek ellen kémkedik, és ezt a szovjet titkos szolgálat tudja. És azt is tudja, hogy előtte meg náci kollaboráns volt. És simán üzletelnek vele egészen a 90-es évekig. Hát az üzlet mindenek felett. Még erről az IMPEX-es témáról lenne egy kérdésem, hogy amik ugye te gyakorlatilag ennek a témának a legfontosabb kutatója vagy, hogy éreztél nyomást, támadásokat, kiszorítási kísérletet, amiért ezzel a témával kezdtél foglalkozni? Azt hiszem, hogy az elsődleges technika az elhallgatás. Tehát kiszorítani, vagy támadni, fenyegetni, nyilván ez egy többedik módszer lehet, amikor nem sikerül az elsődleges. Az elhallgatást azt tapasztaltam, tehát ott már az újságírós könyvemnél is megfigyeltem, hogy milyen érdekes, szerintem elég átütő volt és újdonság volt ez a maga idejében, nem nagyon volt visszhangja. És aztán, amikor 2017-ben megjelent az IMPEX-ek kora, pillanatok alatt elkapkodták. Tehát nem tudom, hogy négyszer kellett újra nyomni. Történeti szakirodalomnál ez nem jellemző. Tehát kézen közön terjedt a híre, és nyilvánvaló utólag megtudtam, hogy főleg a korabeli külkeresek vásárolták föl, egymásnak adták a drótot, hogy akkor ezt el kell olvasni. De igazából nagy visszhangja nem lett. Úgyhogy akkor lett visszhangja, amikor te is elkezdtél ezzel foglalkozni, és nagyobb tömegekhez jut el nyilván egy online újság, mint egy történeti szakirodalom. Úgyhogy szerintem, hogyha nem nagyon bolygatják, nem nagyon beszélnek róla, akkor azok az emberek, akik valószínűleg még ma is haszonélvezői annak a tőkének, amit akkor megkovácsoltak, azok ugyanúgy a háttérben tudnak maradni. Ugyanúgy nem lehet őket megnevezni, mert nagyon nehéz, tehát azért titkosszolgálati iratokból dolgozom, a titkosszolgálati iratokból nem sok maradt meg. Illetve nem is tudjuk, mennyi maradt meg, mert nem tudjuk, hogy mennyi van még az utódszolgálatoknál, mi az, amit átadtak, mi az, ami nem, mi az, ami volt, mi az, ami nincs, egy fogalmunk sincsen. Tehát nagyon töredékes iratanyagból dolgozunk, innentől kezdve tökéletesen reménytelen, hogy ezeket az embereket személy szerint utolérjük. Ugyanakkor, ha felszólalnak, elkezdenek fenyegetni, vagy nagyon hepciáskodni, akkor egyből arcukat adták a dologhoz, és meg lehet őket nevezni. Úgyhogy szerintem ez a taktikájuk, hogy inkább ne beszéljünk róla. De térjünk vissza Vidanovhoz és Lukanovhoz. A 90-es évek közepén Lukanov egyre többet panaszkodott Vidanovék túlzott mohóságára, hogy túl erősen lopnak, és ebből összeomlás lesz. Tudtam, mit beszél, Lukanovéknak majdnem sikerült csődbe vinnie Bulgáriát, mielőtt megbuktatták. Itt az idő bemutatni őt is. A bolgár rendszerellenváltás két kulcsfigurája, Lukanov és cimborája Mladenov volt. Mindketten az IMO-n végeztek. A Moszkvában ismert kommunista családba született Lukanov az IMO elvégzése után Bulgáriába költözött, a hazatérés kifejezést inkább hanyagoljuk, majd bekerült a párt élcsapatába. A neve 1989-ben vált ismerté világszerte, amikor a szintén Moszkva által kijelölt Mladenovval megpucsolták az évtizedek óta uralkodó Zsivkovot. Ezek a moszkvai ejtőernyősök lettek a bolgár reformkommunisták vezéralakjai. 1990. februárjában az utolsó kommunista parlament megválasztotta Lukanovot miniszterelnöknek, Mladenov pedig a bolgár népköztársaság elnöke lett. Bár a belső, azaz külső puccs sikerült, a két reformer végül nem sokáig maradt a politika csúcsán. Mladenov már 1990. júliusában lemondott, miután kiderült, hogy a hadsereget készült ráuszítani az ellene tüntetőkre. Ismerős 2006-ból. Jellemző a kommunista embertípusra, hogy Mladenov először letagadta a vádat. Azt mondta, ő nem tankról beszélt, hanem Stankó Todorov nevét említette. A hatalomhoz őrülten ragaszkodó Mladenovot Lukanov sem sokkal élte túl. Ekkor még csak képletesen értve. 1991-ben ellenzékbe került, egy évvel később pedig letartóztatták. Az ügyészség szerint ő volt a bulgáriai gazdasági katasztrófa főfelelőse. Gondolom nem újdonság, hogy végül természetesen megúszta. 1993-ban szabadlábra került, újra képviselő lett, 95-ben pedig átvette az orosz Gazprom leányvállalatának, a már említett Top Energy-nek a vezetését. Ez volt az az év, amikor az egykori posztkommunisták ott is visszatértek a hatalomba. Amíg nálunk a pufajkás Horn Gyula uralkodott, addig náluk egy újabb imós, a fiatal Vidanov. Lukanov a saktábla feleslegessé vált figurája, ekkor már kiszorult a hatalomból. Nehezen viselte.
Egyre többet kritizálta Videnovékat, lassan mindenki számára kényelmetlenné vált. A vörös polip nem kimélte. Előbb 96 nyarán leváltották a Top Energy éléről, hogy a mafiózó Pavlo vegye át a helyét, majd agyonlőtték. A merénylet felidézéséhez a korabeli Magyar Narancshoz fordulunk. A heti lap szerzője, Krasztev Péter érzékletesen írta le a gyilkosságot, és a politikus sötét, a magyar napilapokban akkoriban nemigen emlegetett háttértörténetét. Tavaly októberben fényes nappal szétlőtték a munkába induló ex-miniszterelnök Andrej Lukanov koponyáját. Szétroncsolt agyáról úgy tartják, benne forta ki magát az elmúlt 21 néhány év bolgár történelme. A nagy stílű keresztapa a 70-es évek végén a néhai Zsivkova bizalmasaként jött rá, hogy a lopott állami pénzt nem érdemes rezidenciákra és repi csajkákra költeni, jobb nyugaton bejegyzett fantomcégek bankszámláján pihentetni, amíg össze nem dől az egész kócerály. Akkor aztán vissza lehet hozni és felvásárolni vele a romokat. Az eszmének követői akadtak. Úgy hívták őket, hogy reformerek. Ők vezényelték le a rendszerváltást. Ők voltak a lenyúlósok első nemzedéke. Hol ellenzéki, hol hatalmi pozícióban, de mindig uralva a pénzügyi és gazdasági helyzetet. Eddig az idézet. Krasztev Péter éppen a vörös polipot írta körül. Most gondolkodjunk el egy kicsit. Gondoljuk el, ha Magyarországon nem 90-ben, hanem csak 91-ben tartják meg a választást, mennyivel több idejük lett volna szétlopni az országot. A vörös polip, avagy a hálózat az Antal kormányba és az MDF-be is beépült. A diplomaták, vezető újságírók, pénzügyes külkeres vezetők, bankárok ebből a körből kerültek ki. Mégsem kerültünk államcsőd közelbe, ahogyan Bulgária. Nálunk mégsem lőtték agyon sem Horn Gyulát, sem az esztétiszt Medgyesit. Szerencsére. Van apró klánunk, van beházasodott Gyurcsány Ferencünk és Dobrev Kláránk, de már pontosan látjuk, kicsodák, mit képviselnek. Vagy nem? Lássuk akkor a magyar bolgár apró klánt. Nem tudok mit kezdeni azzal, ha valaki a nagyapám alapján ítél meg. Ezt mondta tavaly 2019-ben Dobrev Klára a már baráti Magyar Narancsnak. Változnak az idők. A vala a bátor lázadó lap mostanra a DK úszájába került. Az apró klán pártjának ismert képviselője, Ara Kovács rendszeresen cikkeket ír a labba, amely egy korábbi választásnál már vezércikkben kérte az olvasóit arra, hogy ne az LMP-re, hanem a DK-ra szavazzanak. Para Kovács helyett lett Ara Kovács. Ahogy az MSZMP-ből az M, úgy tűnt el ez a P betű is. Ami maradt, az apró klán. A Dobrev által emlegetett nagyapó, ugye idősebb apró Antal, a szektárs, Moszkvához hű kommunista. Olyan figura, akit még Dobrevék és a világ összes magyar narancsa sem tudna kifehéríteni. A kommunista vezetőknél, de még a középkátereknél is szokás volt, hogy egyik gyereküket mondjuk állambiztonsági, a másikat külkeres, impexes pályára küldték. Így is, úgy is bebiztosítva a családot. Éppen ezt tette az öreg Tóni bácsi is. Fia, ifjabb apró Antal, Dobrev Klára nagybátyja 3/2-nél, azaz elállításnál futott be szép karriert. 1989-ben már osztályvezetőként dolgozott. Állambiztonsági szakdolgozatát, mert az is volt, egy nyugati diplomata beszervezéséről írta. Utóbbi fedőnevéül a Mephistót választotta. Természetesen ez az apró is gond nélkül átmentette magát a rendszerváltozás során. Több tisztársához hasonlóan ő is biztonságtechnikai céget alapított. Az apró és társa ügynökség magánnyomozó irodát visszavonulása után fia, a legifjabb apró Antal vezette. Ez is rendszerszerű. A kékfényes, BMS, minden lejáratásban is moskos ügyben résztvevő Szabó Laci bácsi is pontosan ezt tette. Magánnyomozó irodát nyitott. Szóval az öreg apró, az aprók közül a legnagyobb, egyik gyerek az állambiztonságot választotta, és a másik is. Csak nem tisztként, a file bedolgozóként biztosan. Apró Antal lánya, Dobrev Klára anyukája, apró Piroska, hírhet háttérfigura. Pár éve megírtuk, hogy megtaláltuk azt az állambiztonsági feljegyzést, amelyet az ő beszámolója alapján készítettek. A fiatal Piroska egy célkeresztbe került német újságíróról írt, miután a Balatonon nyaraló házaspár közelébe került a KGB-hez tartozó Nemzetközi Újságíró Szervezet balatoni üdülőjében. Ezután Piroska a külkereskedelmi minisztériumhoz került, majd Bulgáriába ment, ahol a kereskedelmi kirendeltség titkára lett. Igen, Bulgáriába. Érdekes, hogy maga Horn Gyula, aki pufajkásként ütötte-vágta a forradalmárokat és szabadságharcosokat 56 leverése után, szóval Horn még fiatalon, szintén Szófiába, Bulgáriába került.
ott dolgozott kereskedelmi tanácsosként. És szinte biztosan ott szervezték be ügynöknek is. Harcos Fedő néven. Apró Piroska, Pili nénye, nem csak Hornnal ismerkedett meg itt, de talán későbbi férjével, a titokzatos Petár Dobrevvel is. A bolgár férfi, Dobrev Klára titokzatos apja, az Izotimpex nevű bolgár elektronikai külkereskedelmi mamut cég első embere volt. Tehát Impexes. Ha már Impex, ki más is kérdezhetnék újra, mint borvendég Zsuzsannát. Ugye a Dobrev Klárának az apukája egy Impexes volt, az anyukája meg Apró Antal lánya. Ugye Apró Antalról azért köztudott, hogy az egyik legerősebb moszkavita volt, vagy a szovjeteknek az egyik legerősebb embere volt Magyarországon. Mit kell tudnia erről az Apró Klárról, az Apró családról? Apró Antal személy egyébként nagyon izgalmas azért is, mert ő például tipikusan az a szürke eminenciás, aki nagyon fontos ember volt, mégis nagyon keveset tudunk róla. Mindig olyan pozíciókba bújt meg, ami vezető pozíció volt és fontos, de mégsem olyan, hogy előtérbe állt volna. Egyébként annak idején én úgy tudom, hogy a Szabad Európa Rádió az fennhangon hirdette, nem tudom honnan vették az információt, hogy KGB-s az Apró Antal, de hát nyilván ezt addig, amíg a szovjet iratok nem kutathatóak, soha nem fogjuk megtudni. Úgyhogy ő egy ilyen figura volt, valószínűleg tényleg közvetlen kapcsolata lehetett a szovjetekkel. És nem véletlenül a lányát, mondjuk Apró Piroskát olyan funkciókba ültette, egyébként Apró Piroska is ugyanazt a vonalat vitte, amit az apja, ez a szürke eminenciás háttérben volt, de mindig nagyon fontos vezető pozíciókba. Ugye például 70-es évek elejét, 72-74-től a Videotonnál van vezető beosztásban, később a számítástechnikai részleget vezeti. Hát az egyik kulcsfontosságú kérdés, mondjuk 70-es évek közepétől a számítástechnika, a kokomlista kijátszása az egyik legfontosabb titkos szolgálati feladat. Úgyhogy aki ilyen pozícióban van, az lehetetlen, hogy ne legyen együtt, valamilyen formában nem működjön együtt a titkos szolgálattal, és itt hangsúlyozom, hogy nem arról van szó, hogy be volt szervezve ilyen pozícióban lévő embereket, már nem szerveztek be, az ilyen pozícióban lévő emberek már hivatalból működtek együtt, a korabeli állambiztonsággal, illetve titkos szolgálattal. Úgyhogy Apró Piroska ezen a vonalon volt, ugye ő is a bolgár külkereskedelmi kirendeltségre kerül, itt ismeri megállítólag a későbbi férjét, ezt a Dobrevet, aki az ottani Videotonnak a megfelelőjénél dolgozott, ennél az Izotimpexnél. És hát vele kapcsolatban is elmondható, hiszen a testvérországokban az állambiztonság és a titkos szolgálatok felépítése szovjet mintára történt meg, tehát a működésük nyilván kisebb eltérések vannak, de alapvetően egyforma. Tehát azt, hogy egy ilyen cég élén egy olyan ember álljon, aki nem titkos szolgálati ember, elképzelhetetlen. Tehát nyilván a Dobrev a bolgár titkos szolgálatnak volt az embere. Apró Piroskával ugye összeházasodtak, és hát ma éppen a leányuk Dobrev Klára az, aki az Európai Unió parlamentjében ülve támadja Magyarországot. Azért másoknál is láttuk más ilyen vezető vagy középkádereknél, hogy az egyik gyerekből állambiztonsági tisztet csinálnak, a másikból esetleg diplomatát vagy külkeres, tehát gyakorlatilag így tovább építik a saját kis családjukat és a hálózatot is, ugye, hogy minden területen gyakorlatilag lesz valaki a családból. Hát az Apró Klára ez abszolút jellemző, ugye a öreg Tóni bácsinak, Apró Antalnak ugye a fia állambiztonsági tisztlet, a lánya ugye ment erre a külkereső vonalra, és gyakorlatilag ilyen háttérpolitikus lett, vagy politika csináló lett inkább. Tehát azért itt is lehet látni ezt a rendszerszerűséget. Mennyire következhetett ez abból, hogy a családnak gyakorlatilag a következő generáció meg már egy európai politikus lett? Tehát gyakorlatilag mintha folyamatosan fejlődnének, és mintha lenne azért itt egy ilyen mesterter, vagy egy ilyen tudatos hálózat, vagy családépítés. A tudatos hálózat az nyilván megvan, tehát ők annak a nemzetközi pénzügyi elit
csoportnak a helyi ágensei, akikről már korábban beszéltünk. Tehát akkor a hidegháború idején mondjuk a Szovjetunióhoz kellett igazodnia, természetesen a vasfüggönynek a keleti oldalán lévő hálózat leágazásoknak, mert a másik oldalon ez másképp működött. Tehát akkor a Szovjetunió volt az igazodási pont, most egy másik fajta birodalom, és ez az Európai Unió az igazodási pont, de nem azért, mert számukra feltétlenül kell valami felsőbb hatalom, amihez ők igazodnak, hanem azért, mert van, mert te mestertervnek hívtad nyilván, ezt így nehéz bizonyítani, hogy létezik egy ilyen, és az ember egyből támadható lesz, hogy Conteo elméleteket gyárt. Tehát én mondjuk nem nevezem mestertervnek, de nyilván vannak olyan gazdasági érdekek, amelyek adott, mindig az adott pillanatban politikai helyzetnek, geopolitikának, hatalmi egyensúlyoknak megfeleltethető érdekek mentén képviselik ugyanazt a tőke logikát, amelyet nem tudom, évtizedek vagy évszázadok óta. Úgyhogy jelen pillanatban éppen a valamilyen oknál fogva az az érdek ennek a tőkének, hogy az Európai Unión keresztül megtámadják a nemzetállamokat. És Dobrev Klára és az apró Dobrev Klána, hogy talán említetted, akkor ebbe áll bele. Azt azért látni lehet, hogy ugye már 60-70-es évektől egyre fontosabbnak tartották, hogy Brüsszelbe is, vagy Nyugat-Európába küldjék gyakorlatilag azokat az embereket, akiket meg akartak futtatni. Ugye klasszikus példa erre a Balázs Péter, aki ugye elvileg miniszterelnök jelölt is lehetett volna, de ugye miután lebukott, hogy a katonai szolgálatnak dolgozott, ezután egy ilyen kínos magyarázkodós interjú után, amit a Rónai Egonnak adott, gyakorlatilag így visszalépett, vagy kicsit így eltűnt a közéletből. Őt se véletlenül küldték nyilván Brüsszelbe, ott szerezte meg azt a tudást, azt a kapcsolatrendszert, amit aztán a rendszerváltás után meg felhasznált. Hát így van. Egyébként Brüsszelben én pont most találtam olyan anyagokat, hogy nem csak arról volt szó, hogy a magyar titkosszolgálat oda küldte az embereit, és nagyon jó kapcsolatokat épített ki, hanem a brüsszeli bürokraták között, főleg a németek között nagyon komoly kapcsolatai voltak a magyar titkosszolgálatnak a gazdasági hírszerzés területén, akik végig akár a GATT tárgyalásokon, tehát a 70-es, 80-as évek végig segítették, háttérinformációkkal látták el a magyarokat. Tehát nagyon-nagyon jó összeköttetései voltak a magyar hírszerzésnek, nem szabad őket lebecsülni, és például egy Nyerges János nevezetű, szintén szürke eminenciás, senki nem ismeri a nevét, holott már 45 előtt fontos pozíciót töltött be, valószínűleg a Komintern építhette fel, tehát ő Svájcban már, nem tudom, 20-as évei elején már a bank ügyekben nagyon mélyen benne volt, és aztán 45 után, pedig az első pillanattól kezdve a magyar külkereskedelmi adminisztráció vagy irányítás egyik kulcsfigurája egészen a 80-as évek végéig, és a külkereskedelmi minisztérium főosztályvezetői posztjánál nem kerül feljebb. De német kancellárokkal tart közvetlen kapcsolatot. Azt nem mondom azért, hogy egy királycsináló volt, talán az túlzás, de például egy Kissinger nevezetű kancellár például magyar lobbinak köszönhetően is nyerte meg a választásokat talán 66-ban. Egy ciklus erejéig. Tehát egészen döbbenet, hogy milyen ereje volt a magyar gazdasági hírszerzésnek az európai gazdasági közösségen belül, már a 90-es évek, tehát igen, 90-es éveket megelőzően is. Úgyhogy van ennek komoly hagyománya, hogy hogyan kerülnek most Brüsszelbe, és kik kerülnek, és kikkel állnak kapcsolatban. Tehát ez nem kellett újraépíteni ezt a hálózatot, azt gondolom. Látsz arra esélyt, hogy valamikor a magyar társadalom annyira érett legyen, hogy mondjuk az apró klántól olyan értelemben megszabaduljon, hogy esetleg ne válasszák meg most már mondjuk a harmadik vagy negyedik generációt ugyanebből a családból? Vagy túl naív vagyok?
Ehhez az kell, hogy minél szélesebb körben ezt a tudást átadjuk. Tehát addig, amíg a fiatalok nem tudják, hogy ki az a Gyurcsány Ferenc, és ki az a Dobrev Klára, meg az apró Piroska, addig reménytelen. Tehát nem csak 2006-ot kell, de azt is nagyon erősen kell hangsúlyozni, hogy mi történt itt 2006-ban nyilván, de nem csak azt, az egésznek a felelősségét, hogy hogyan terhel egy ilyen családot például, de nem csak ezt a családot, hanem ezt az egész vörös polipot, amiről beszéltél, a felelősség abban, hogy Magyarország ma milyen állapotban van, mind erkölcsileg, mind gazdaságilag. Tehát ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, és meg kell, igenis el kell mondani, hogy kik azok, akik haszonélvezői voltak ennek az országrablásnak, és kik azok, akik mai napig ebből, az elrabolt vagyomból profitálnak. Tehát enélkül nem lehet megtisztulni. Jó, hát nekünk akkor annyi a feladatunk, hogy minél többet írjunk és beszéljünk róla, és ne hagyjuk, hogy elhallgattassanak, vagy elnémítsanak minket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Az apró klán ideje a rendszerváltozás után érkezett el. 1994-ben, amikor a magyar társadalom visszaszavazta korábbi elnyomóit a hatalomba, Pirinénye lett Horn kabinetirodájának a vezetője. Aféle szürke eminenciás hátsó ember. Ismételjük meg, ekkor egy volt pufajkás ügynök volt a miniszterelnök. De 2002-ben még ezt is megfejelték a szocialisták, akkor jött el a szigorúan titkos tiszt, Megyesi Péter ideje. Valószínűleg már a szerencsétlen kinézetű, szocialistán nyomorult Megyesi is az aprókán embere volt. A fiatal Dobrev Klára minden esetre leutánozta a mamát, ő lett Megyesi elvtárs kabinetfőnöke. Ekkor már régen együtt volt Gyurcsány Ferenccel, akivel 1994-ben jöttek össze, mint egy megünnepelve a posztkommunista visszatérést. Megyesi uralma alatt aztán Gyurcsány is tanácsadó lett, majd sportminiszter, hogy végül 2004-ben felérjen a csúcsra. Az esztétiszt megbutatása után nem a régi motoros Kis Pétert, hanem őt választotta az MSZP. És ezzel az apróklán csúcsra ért. A többi történelem, pontosabban történelmi bukás. Ahogyan az Imos Mladenov sem tudta feldolgozni az ellene való tüntetést, úgy a szociopata vonásokat mutató Gyurcsány sem. Láttuk az eredményét 2006-ban. Gyurcsány végül megbukott, és bár a kanális aljáról is sikerült mára visszakapaszkodnia, úgy tűnik, a klán már választott egy újabb embert. Fletó feleségét, Dobrev Klárát. Ma már nyílt titok, hogy a semmiből, a gátlástalanságával, kiszes segnyalásával felemelkedő Gyurcsány láthatóan alkohol problémákkal küzd. Súlyosan megosztó és lejáratott személyiség. Ilyenkor szoktak egy új ember találni. Nem véletlenül beszélnek Dobrev Kláráról, mint miniszterelnök jelöltről. Ha így lesz, létrejön a bolgár-magyar posztkommunisták közös álma, a bolgár impexes és a magyar káder gyermeke a csúcsra juthat. És akkor talán bekövetkezhet az, ami Bulgáriára várt 1990 után. A vörös polip megfojtja ezt a szép országot. Apró Tóni meg mosolyogva tapsol a pokolban. Az első adás zárásaként köszönöm a figyelmüket, két hét múlva ugyanebben az időpontban találkozunk. A viszontlátásra!